Az emberiségnek mindenben van valamilyen különböző véleménye, két pártra szakad általában. Az emberiség természetesen ez osztódhat még többre, de azért kettő mindig van, egy igen és egy nem, egy fehér és egy fekete, egy szeretem és nem szeretem. Így van ez például a pénz fogalmával is. Amellett, hogy nagy divat azzal foglalkozni, hogy a gondolatnak hatalma van, emellett ki kell tartsak én is, és szót kell emeljek, hogy igen, a gondolatnak hatalma van, bár erről beszéltünk különböző aspektusokból, ezért fontos, hogy mit gondolsz például a pénzzel kapcsolatban is. Akkor is, ha szereted, akkor is, ha nem, akkor is, ha fontosnak tartod, és akkor is, ha nem. Először is elnézést kérek, hogy a háttérben szól egy zene, és erre rárakunk még egy másik zenét. Ez van, ezt a zenét letiltaná a YouTube és a Facebook. Ellenben, ha rárakunk egy másik zenét, szarul fog szólni, de legalább nem tiltja le, viszont nem találtunk más helyszínt, ahol fölvehetjük ezeket a gondolatokat. Beszéljünk tehát a pénzről, beszéljünk arról, hogy miben tud segíteni, és miben nem. Értsük meg a pénz fogalmát, hogy a pénz egy virtuális világ, tehát a pénz nem létezett. Ha van valamilyen világegyetemnek a megalkotása, teremtése, akkor biztosak lehetünk benne, hogy azzal a nagy bummal, vagy akár Ádám a fáról nem szakított le egy 20 000-est, tehát valószínűleg, hogy nem lesz a pénznek egy olyan gyökere, amiből azt feltételezhetnénk, hogy az a világ mindenségnek egy alkotó eleme. A pénzt és a pénz világát természetesen fedezte föl és alakította ki az ember azért, hogy legyen egy egyezményes, közös nevezője az értékeknek. Tehát onnan induljunk ki, és legyünk a pártfogoltjai most a pénz fogalmának, hogy bármilyen értéket képviselsz, akár szépen rajzolsz, vagy akár szép verseket mondasz, de akárha faragsz valami sakbábút, vagy készítesz valamilyen főzőedényt, amivel megkönnyíted a háziasszonyoknak az életét, azt előbb-utóbb meg kell fogalmazd, hogy annak mi az értéke, akkor tudod eladni másoknak, akkor tudod odadni mások számára, és ők akkor tudják értékelni, hogy ők az életükből mit áldoznak fel azért, az előnyért, amit a te készítményed által megnyerhetnek az életükben. Tehát kell ez egyezményes valami, ami lehet, hogy régen a kagyló volt, vagy egy kavics, vagy egy üvegdarab, vagy bármi, így kialakult a pénz fogalma. Tehát ez egy virtualitás, egy olyan világ, amelyik elhatalmasodott az életünk felett, sőt, ma már megjelentek a pénznek, a virtuális világnak a virtuális világai, különböző rendszerek, amelyekben a pénzt is átváltják valamilyen értékre, és ezt az értéket valahol tartják, számon tartják inkább. Tehát a virtualitás virtualitásának a virtualitásáról beszélünk, mint kötvényekről vagy bármiről. A pénz fölött ott van viszont az, amiért igazából a pénz fontos és számít, és ez a hatalom. A hatalmat nem csak negatív értelemben kell érteni, a hatalom lehet akár az is, hogy az egészséget, amit megszerzel például, annak van egy hatalma a te életed felett, például, ha nincs egészséged, mindig fáj valamit, akkor sosem tudsz teljesen boldog lenni, nincs folyamatosan teljes erőnléted ahhoz, hogy jól érezd magad a bőrödben. Ez egy hatalom, és nem pénzzel kifejezhető például az egészség, azért meg kell dolgozz, de azért, hogy megdolgozz az egészségedért bizonyos szintig, például a pénzt is beválthatod, és megszerzed azt a hatalmat, hogy a mindennapjaidban ne legyen fájdalmad, és így a pénz átváltódik szintén egy hatalomra. Negatív értelemben lehet a pénz egy hatalom, ahol felgyülemlik sok pénz, valahol nagy hiány teremtődik, és szükség van ahhoz, hogy a hiányos területen jobb élet alakuljon ki, ezért a nagy pénzzel rendelkező terület nyilván rá fog telepedni erre a másik területre, ki fogja használni, és még jobban kizsákmányolni. Már nem a pénzről fog szólni az egész, hanem arról, hogy innen bármilyen érték, legyen az akármi, átvándoroljon ide úgy, hogy tulajdonképpen minimális, virtuális eszközt, játékot adnak cserébe, amit valójában nem is tudnak igazán jól
elkölteni. Ez a rossz értelme, például a pénznek és a hatalomnak. De nézzük, hogy neked miért jó a pénz, mire kell használni. Elsősorban arra kell használd, hogy megértsd a pénz fogalmát, megértsd, hogy hova helyezd, megértsd a vágyaidat és a céljaidat, és megteremtsd a pénzzel azokat a feltételeket, amelyben te szabadon, önállóan tudsz teremteni, alkotni értékeket. Tehát ha szeretnél egy karriert felépíteni, és fiatal vagy, akkor mondhatnánk azt, hogy sok pénz kell ahhoz, hogy tanulj itt vagy ott vagy amott. Ez nem igaz. Pénz kell ahhoz, hogy vegyél egy számítógépet, és utána pénz kell ahhoz minimális, hogy legyen interneted, és onnantól kezdve az interneten ingyen tanulhatsz például. Vagy szeretnél utazni, bejárni a világot, sok ismeretet szerezni, és erre azt mondod, hogy nagyon sokba kerül a repülő, sokba kerül a vonat, a különböző szállások, stb. Ez nem igaz. Pénz kell ahhoz, hogy megvedd azt az alapot, amellyel el tudsz utazni, például egy táskát, amiben a legszükségesebb dolgokat berakod, amit szintén pénzzel megveszel, de nem sokért veszed meg ezt az egészet, és ha neked csak az a fontos és érték, hogy bejárd a világot, és lássál olyan dolgokat, amit otthon nem láthatsz, vagy az interneten keresztül látva, ez nem elegendő információ számodra, hogy kialakuljon egy kerek világ számodra, akkor vedd meg olcsón ezeket a dolgokat, és találd meg azokat az utakat, amellyel bejárhatod az egész világot. Barátkozzál, kapcsolatokat teremts meg, tanulj meg valamit, amit pénzért tehetsz, nem sok pénzért, de mindig bárhol vagy, egy kicsit tudsz dolgozni, és van annyi pénzed, hogy tovább tudsz menni. Tehát a pénz egyfajta ilyen első löketnek számíthat, és utána a te kreativitásod és a te képességeid lesznek azok, amelyek az igazi értéket meg tudják teremteni. Azok, akik csak pénzen teremtik meg, azok is elérnek eredményeket, és azok is elérnek eredményeket, akik a pénz hiányában teremtik meg ezeket az értékeket. Utána a te dolgod, hogy az értékeket hova fordítod, hogy az értékből megint pénzt csinálsz, vagy az értéket becseréled egy másik tudásra, egy másik képességre. Tehát mire jó a pénz? Összefoglalva, a pénz arra jó, hogy ahol szükség van, és nem elkerülhető, ott a minimum feltételeket meg tudja teremteni. Azután eldöntheted, hogy mindezt ezzel a virtuális világgal folytatod, vagy sem. A valóság legyen a célod, a pénz a virtuális világ arra való, hogy egy stratégiával megteremtsd, hogy minél közelebb legyél a valósághoz, a kreativitásod és a képességed fog téged megerősíteni a valóságokban. Sosem a pénz. Akinek sok pénze van, előbb-utóbb a pénzén valóságokat vásárol. De az igazi valóságot te magad fogod megteremteni, te fogod realizálni mások számára, és az lesz a legnagyobb érték. Ez már soha nem vehető meg a pénzen, itt már valóság, valóságot alkot. De ne felejtsük el, hogy nagyon értékes lehet a pénz, mert a virtualitás is tud valóságot teremteni. A virtuális és a valós világról bővebben fogok beszélni majd a prémium vlogokban, az ehhez tartozó témában. Kövessétek a továbbra is a vlogokat, nem csak itt, hanem majd a videótárban, ahol a prémium vlogban mindig kiegészítem ezeket a gondolatokat, és hozzárakunk olyan környezeti dolgokat, amelyeket szintén meg kell érteni ahhoz, például, hogy a pénzt helyesen tudjad használni az életedben.